Interpelláció, képviselői kérdések következnek. Puskás Károly képviselő interpelációra jelentkezett. Interpelációjának tárgya Patrakuti játszótere. Megadod a szót a képviselő úrnak. Ismertesse az interpellációt. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Padlakuti játszóterek kapcsán részben szeretném megtudni, hogy hová tűntek el Padlakút város és Csertelepi játszóteréről a játszótéri játékok egyes elemei. Itt gondolok a hintára, illetve a csúszdára. Ugye a gyermekeinknek is bánatára eltűntek, kedvenc eszközöket a gyermekek azóta is keresik, nem tudjuk az okát, hogy mi volt alapvetően. Sejteni véljük, de nem biztos. Hát ők, a gyerekek nem értik, hogy miért nem csúszkálhatnak, miért nem hintázhatnak. Tulajdonképpen mindig azt kérdezi, ki vitt el a kedvenc játékokat. Ez lenne egy kérdés, ami a játszóterek kapcsán van. Valamint ugye télen beszorulunk a kultúrházba, így a Padlakuti Kultúrház vizes blokkjai, a mosdók, vécék felújításának a időpontjára lennénk kíváncsiak. Mert ugye a jelenlegi vizetosok ezek gyakorlatilag nem tudják maradéktalan ellátni a feladatot. Használhatatlanok vagy amelyek használhatók, akkor a használatuk során komoly higiéniai problémákkal küzdködünk, ennél megkérdőjelezhető az a tisztántartásuk, amit egyáltalán meg lehet tenni technikailag. Illetve a játszóterekhez kapcsolódik az, aminek lehet, hogy nem kis köze van a játékoknak a eltűnéséhez. Ugye a tavaly évben is már küzdöttünk a Padlakuti játszótérnél, kifejezetten a Csertelepinél a padok összetörésével. Tehát vannak olyan embertársaink, akik nem a megfelelő célra használják, és nem a megfelelő módon. És utána az, hogy összetörik a padokat, az csak egy dolog. Utána még jön az, hogy inzultálják azokat az embereket is, akik arra járnak este már. Így sötétben, tehát így akik a buszról, a munkás járatokról szállnak le, ott bizony időnként atrocitásokat élnek át. Tulajdonképpen itt a kérdésem az, hogy tervezi-e a tisztelt polgármester úr, hogy Padlakút városrész közbiztonságával kapcsolatosan lakossági fórumot hív össze, vagy közmeghallgatást tart, mert bizonyára már értesült róla a városvezetés is, hogy aláírásgyűjtés folyik e célból a település részen, és az aláírásgyűjtőknek az a célja, hogy üljön le a városvezetés és próbáljon segíteni, hogy újra a közbiztonság Padlakúton jó legyen, és ne legyenek ilyen jellegű atrocitások. Tehát végül is ennyit szerettem volna interpellálni, amelyek nagyon fontosak a mi életünkben. Köszönöm szépen! És köszönöm szépen, Bence Antal irodavezető urat, köszönjük a válaszadással. Hát a feltett kérdések közül elsősorban a játszóterekre szeretnék először válaszolni. Azért tűntek el a játszóeszközök, mert mi szerettük be. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy most nyáron, júliusban kaptunk a fogyasztóvédelmi főfelügyelőségtől egy ellenőrzést, egy átfogó ellenőrzést, ami az egész város összes játszóterét, összes játékára vonatkozott. Most ez a játszótér 2001-ben készült Padragon, a Csertelepi játszótérről beszélünk, és a játszóeszközöknek, két játszóeszköznek, a csúszda toronynak, illetve a hintaállványnak a tartószerkeletei már forhattak voltak, és az ellenőrző szervek jogszabály ellenére fogva nem tették meg, hogy bármilyen szempontból elnézőek, kizárólag az elbontás mellett lehet ilyenkor dönteni, és augusztus elején 10-én kaptunk egy határozatot, amivel felszólítottak bennünket, hogy azonnal bontsuk el a játszóeszközöket. Ezek a bontások történtek meg augusztus végén, és most úgy gondoltuk, hogy ezeknek az eszközöknek a javítását, illetve a cseréjét természetesen meg fogjuk oldani, de az idén már a télen nem akarjuk ezeket az eszközöket visszatenni. Úgyhogy mindenféleképpen szándékozunk ezeknek a portlására gondoskodni, de el az oka. Tehát nem valami barbár cselekedet. A művelési háznak, a vizekblokkjának a felújításával kapcsolatban tudomásom szerint benn van egy pályázat, és azt nem tudom, hogy avval kapcsolatban úgy tudom, nem született még döntés, tehát arra várunk, hogyha a döntés megszületik, akkor a vizekblokk felújítása abban a tervben mindenféleképpen benn van. Illetve ugyancsak egy pályázat része volt a város ligeti tó környékének a felújításával kapcsolatban egy olyan pályázat a városnak, amiben volt a közbiztonság javítása érdekében egy
egy központi egység, ami az egész városi úgynevezett riasztó rendszer, illetve kamerás rendszernek a központi egységét képezte volna, illetve képezi. Ez a pályázat, úgy tudom, ugyancsak még nincsen eldöntve. Ezt terveztük mi első lépcsőnek kialakítani, úgy, hogyha ez megvalósulna, a tó körül, mint első lépés, illetve a központi egység, ez a rendőrségre bekötve, akkor utána fokozatosan a város egyéb területeihez ki lehetne terjeszteni. Köztük Padlakútra is. Ezt tudom válaszolni. A válasz elhangzott. Annyit tennék hozzá, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos észrevételt, ezt továbbítjuk a rendőrségnek. Mi a következő év elején tartunk a közbiztonsággal kapcsolatban közmeghallgatást városi méretekbe, de egyébként annak sincs semmi akadálya, hogy ezt Padlakúti városrésze külön is megismételjük, erre van igény. Ugye a pályázatokkal kapcsolatban képviselő úr tetszett figyelni. Ugye ez a bizonyos napi rend, amiről Bence Antal beszélt, ez Fenyvesi Zoltán 5. hazugságához sorolandó, amiről még nyilvánosság előtt így nem beszéltünk. Ugye ő azt hazudta, hogy támogatta, csak érdekes módon nem nyert, tehát közölje Fenyvesi Zoltán az 5. számú hazugságát, és kérdezze meg tőle, hogy mikor kívánja majd ezt támogatni. Ugye a választ föl kell tennem szavazásra, javaslom, hogy az irodavezető úr választát fogadjuk el. Aki egyetért, kérem igennel szavazom. Tíz igen és négy tartózkodással a választ elfogadtuk. Mai ülés bezárom, jó egészséget kívánok a testület valamennyi tagjának, és különösen Társas Tamás képviselő úrnak.